Köszöntöm nézőinket, önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, Lehel Kata vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Előnyben a családi gazdaságok, fontos jogszabályváltozás lépett hatályba januárban. 200 millió a városüzemeltetési feladatokra, költségvetési terveket fogadott el a Bártaszéki képviselőtestület. Frissen szabadult Tolvaj, szabadlábra helyezése után egyből lopni indult egy férfi. Szexárdi napló, egyre népszerűbb Szexárd új havilapja. Fontos jogszabályváltozás segíti a régóta mezőgazdasággal foglalkozó családi vállalkozásokat január 1-je óta idehaza. A törvény értelmében ugyanis sokkal könnyebb átadni egy már meglévő céget családon belül akkor, ha az alapító elkezdené nyugdíjas éveit. De lássuk, mit is jelent egészen pontosan az úgynevezett gazdaságátadás. Régóta húzódó és egyre fokozódó problémát okoz idehaza, hogy a gazdatársadalom közel egyharmada már nyugdíjas koruként látja el az agráriummal kapcsolatos feladatait. A generációváltás pedig nem is annyira a humán erőforrás gátolja, sokkal inkább az adminisztratív feladatok bonyolult és hosszadalmas jellege. Vagyis hiába menne nyugdíjba és adná át gazdaságát egy évtizedek óta a földjéből vagy állataiból élő vállalkozó, ez csak nagyon lassú és bonyolult, bürokratikus utat bejárva teheti meg. Eddig így volt, egy most hatályba lépett jogszabályváltozás viszont lehetőséget ad arra, hogy az úgynevezett gazdaság átadás folyamata a lehető legegyszerűbben és leggyorsabban menjen végbe. Ez a törvény lehetővé teszi azt, hogy egy mezőgazdasággal foglalkozó gazdaságot teljes egészében átadásra kerülhessen családon belüli személynek. Vagyis az új jogszabály azoknak a mezőgazdasági vállalkozóknak szavatol biztonságos tulajdonjog átadást, akik már elérték a nyugdíjkorhatárt, a rokonaik között viszont van olyan személy, aki tovább vinni a családi tradíciót. De lássuk részletesen, miről is van szó. Átadó az lehet, aki vagy nyugdíjas, vagy 5 éven belül eléri a nyugdíjkorhatárt, átvevő pedig az lehet, aki minimum 10 évvel fiatalabb, mint az átadó, és az átadás időpontjában még nem töltötte az 50. életévét. Természetesen az átvevőre is vonatkozik az, hogy vagy őstermelő, vagy pedig mezőgazdasági egyéni vállalkozó kell, hogy legyen. Az adminisztratív terhek így jelentős mértékben csökkennek. Ez egészen pontosan azt jelenti, például, hogy a gazdát cserélő cégekre a kötelező kifüggesztés és az elővásárlási jog kötelmesen vonatkozik. A törvény így nem csak a tulajdon családban maradását segíti, de a teljes folyamatot is gyorsítja. Összesen 17.869 új koronavírus megbetegedést igazoltak csütörtökön idehaza, ezzel a járvány kezdete óta összesen 1.508.358 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 78, többségében idős, krónikus beteg, így az áldozatok száma 41.229 főre emelkedett. 3.463 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 145-en vannak lélegeztetőgépen. Oltást eddig már több mint 6.351.000-en kaptak. Tolna megyében 456 új fertőzöttet regisztráltak csütörtökön, ezzel a járvány kezdete óta 31.341 főre nőtt a megbetegedések száma az országnak ezen a részén. Az operatív törzs javaslatára a kormány döntött arról, hogy februárban tovább folytatódnak a csütörtök és péntek délutáni, valamint a szombati központi oltóhelyi akciónapok. 115 szakrendelőben és 101 kórházban, valamint a házi orvosok is egyeztetés alapján folytatják saját praxisaikban az oltásokat. Működik az időpontfoglalásos rendszer is, amellyel bármely napra lehet időpontot foglalni. 200 millió forint a városüzemeltetésnek, 68 millió a közművelődési feladatokra. Elfogadta a Bátaszékváros képviselőtestülete azokat a költségvetési és programterveket, melyeket a település gazdasági társaságai nyújtottak be az év első testületi ülésén, de további fejlesztésekről is szó esett a találkozón. Több a 2022-es évre vonatkozó kiadási tervet fogadott el a Bátaszéki képviselőtestület idei első rendes ülésükön. A köztemető működését 1 millió forinttal támogatják majd, hiszen az üzemeltetés során befolyó bevételek és a keletkezett kiadások különbözete ennyi.
Ezen kívül több fejlesztést is terveznek a területen 2022-re. Szeretnénk befejezni a temető belső útját. Reményeink szerint az utolsó ütemhez fogunk érni. Néhány folyóméter járdaburkolatot szeretnénk megújítani a temető főbejárata környékén, illetve a temető északi kapuját kell átépítsük annak érdekében, hogy a teherközlekedés is biztonságos legyen. Ezek mellett a gazdasági társaságok 2022-es évi üzleti tervét is tárgyalta és elfogadta a testület. Ennek kapcsán a város üzemeltetési feladatokat ellátó Bátkom Kft. 200 millió forintot kap az idei évi feladataira. A Bátaszékért Marketing Nonprofit Kft. 68 millió forintot költhet a közművelődési feladatok ellátására 2022-ben. Azonban a marketing tevékenységre fordított összeg miatt némi vita alakult ki a képviselők között. A képviselőtestület elfogadta az eredeti elképzelést, mert fontosnak tartjuk, hogy adott esetben a Cikádor magazinon keresztül eljutassunk minden információt a bátaszékieknek. Fontosnak tartjuk, hogy a képviselőtestület ülések közvetítése élőben, egyenes adásban történjen, ahol mindenki megfelelő módon tájékozódhat a várossal kapcsolatos döntések meghozataláról, de fontosnak tartjuk azt, hogy adott esetben rádiócsatornán keresztül is minden információt eljutassunk Bátaszékről, mindazok számára, akik mondjuk így módon tudnak tájékozódni a várost érintő dolgokról. A 2022-es rendezvényprogramot is elfogadták, amiben szerepelt többek között a Pünkösdi Rétes Fesztivál vagy a Bátaszéki Bornapok is. A város két testvértelepülési kapcsolata is jubilál az idén, Bézikheimmel 30 éves, Nagysallóval pedig 25 éves évfordulót ünnepelnek 2022-ben. Nem egyszerű egyes döntéseket hoznak, hanem felépítenek egy rendszert, és ilyen például a családvédelmi és családtámogatási rendszer is, mondta el Orbán Viktor péntek reggeli rádió interjújában. A miniszterelnök elmondta, hogy itt egymáshoz kapcsolódó elemekről beszélnek. A fiatalok adókedvezmény támogatását, gyermekvállalási vagy épp a házhoz jutási támogatását egymáshoz illesztve építették fel. Hozzátette, van még egy-két hiányzó pont. Szeretnék a következő 4 évben új elemekkel bővíteni a családtámogatási rendszert. Minden intézkedésnek van valami időhöz kötöttsége, de minden eleme ennek a családtámogatásnak fenn fog maradni. Tehát természetesen, ha megkapjuk a bizalmat, akkor nem csak, hogy folytatódnak a mostani családtámogatási politikai részelemek, hanem ezek még újabbakkal fognak kiegészülni, és ha a gazdaság jobban teljesít, akkor még a családtámogatás mértékét is szeretnénk emelni. Az én személyes célkitűzésem ebben az ügyben az, hogy azt tudjuk egyszer mondani, hogyha valaki gyermeket vállal, akkor azzal az anyagi életkörülményei azok nem nehezebbek lettek, hanem javultak. Több üzletből is vitte, amit ért egy gyöngyösi férfi Tolna megyében. Január 26-án a dunaföldvári rendőrök fogták el azt a 46 éves férfit, aki zaklatta a város lakóit és lopott a boltokból. A kihallgatás során kiderült, hogy a tolvaj éppen aznap szabadult a börtönből. Mostani tettéért akár 2 évre is visszakerülhet a rácsok mögé. Alig szabadult, már is lopni indult egy 46 éves gyöngyösi férfi. Január 26-án bejelentés érkezett a dunaföldvári rendőrösre, hogy a város egyik utcájában egy férfi inzultálja az embereket. A kiérkező egyenruhások az egyik boltban találtak rá a zaklatóra. A férfi ruházatának átvizsgálása során számos pipereholmit, illetve élelmiszer találtak. Kihallgatása során a 46 éves férfi elismerte, hogy több üzletbe is bement, és mindent ellopott, amit csak tudott. A 46 éves férfi kihallgatása során elmondta kollégáimnak, hogy éppen néhány órával korábban szabadult egy korábbi börtönbüntetéséből. A férfit lopásvétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt kihallgatták a dunaföldvári rendőrök. A frissen szabadult tolvaj tettért akár 2 évre is visszatérhet a börtönbe. Megtartotta idei első képviselőtestületi ülését Bonyhádváros önkormányzata. A településvezetés többek között megtárgyalta a Völgységi Önkormányzatok Társulásának 2022-es évre vonatkozó költségvetési javaslatát. Továbbá, ahogy minden év januárjában, úgy most is elfogadták a város rendezvénytervét.
Filóné Ferenci Bolya polgármester bízik abban, hogy 2022-ben számos olyan közösségi eseményt tudnak szervezni a helyi civil szervezetekkel és intézményekkel közösen, amely a bonyhádi lakosok örömére szolgál, és azokon minél többen részt tudnak majd venni. Az elmúlt évben sajnos nem erről szólt az életünk. Bízom abban, hogy az oltásoknak köszönhetően és a különböző járványhullámoknak, most már nem tudom, hanyadik hullám után, ha túl leszünk, akkor ebből a szempontból egy könnyebb évet tudhatunk majd magunk mögött. Mi úgy készülünk, mint ahogy az elmúlt időszakban, minden programra készülünk, szervezzük, bízunk benne, hogy meg is valósíthatók lesznek. Minél előbb célszerű nyilatkozni a dolgozóknak a munkáltatója felé az SZIA kedvezményekről. Aki már januári fizetésében érvényesíteni a kedvezményt, annak érdemes a nyilatkozatot megtenni az első bérszámfejtés előtt. Az iratokat be lehet adni személyesen, vagy online is az adóhatóság honlapján elérhető alkalmazáson keresztül. Személyi jövedelemadó kedvezmények érhetőek el 2022-ben is. Ilyen a 4 vagy több gyermeket nevelők, vagy éppen az első házasok kedvezménye, a gyerekek után járó családi kedvezmény, kormányrendeletben meghatározott betegségek, illetve rokkantsági járadék vagy fogyatékossági támogatás esetén járó személyi kedvezmény. Ennek mértéke 2022-ben 66.700 forintra nőtt, ami a gyakorlatban havi 10.005 forint adó megtakarítást jelent. A kedvezményeket egy nyilatkozattal kérheti a dolgozó. Az adóelőleg nyilatkozatot a dolgozó tölti ki és adja át munkáltatójának kifizetőjének. Aki már a januári fizetésében érvényesíteni a kedvezményeket, annak az első bérszámfejtés előtt nyilatkoznia kell. Az adóelőleg nyilatkozatokkal évközben érvényesített kedvezmények automatikusan bekerülnek a NAV által készített adóbevallási tervezetbe. A kézzel kitöltött nyilatkozatot személyesen is át lehet adni a munkáltatónak, de a NAV honlapján elérhető online nyomtatványkitöltő alkalmazáson keresztül is be lehet azt nyújtani. A webes felület a kitöltésben is segít, mivel megjeleníti a NAV nyilvántartásaiban és a korábbi nyilatkozatokban szereplő adatokat. Az online beküldött dokumentumot a NAV automatikusan továbbítja a megjelölt munkáltatónak, kifizetőnek. Érdemes tudni, hogy ettől az évtől kezdve a 25 év alatti fiataloknak nem kell személyi jövedelem adót fizetniük, a törvényben meghatározott egyes jövedelmeik után a kedvezmény havi összegéig, ami 2022-ben 433.700 forint. Ez 65.055 forint adó megtakarítást jelenthet havonta. A fiatalnak ezt nem kell igényelnie, a munkáltató automatikusan figyelembe veszi. A tamási rendőrök egy kerékpárra való összeget gyűjtöttek össze annak a fiúnak, aki decemberben egy balesetben elveszítette az édesanyját. A tragédiát követően a tamási rendőrkapitányság munkatársai összefogtak, és gyűjteni kezdtek az árván maradt gyereknek, akinek az egyetlen álma egy bicikli volt. Pár nap alatt össze is gyűlt a kétkerekű ára, amit a napokban meg is vásároltak az egyenruhások. Az egyik helyi kerékpárbolt támogatásával a bicikli mellé a biztonságos közlekedéshez szükséges felszerelést is kapott a fiú. Hétvégén ismét a szekszárdi postaládákba kerül a megyei jogú város havilapja, a Szekszárdi Napló. A tavaly elindított kiadványt egyre többen olvassák, nem véletlenül. A szerkesztő gárda ugyanis fő célként azt tűzte ki az induláskor, hogy egy igazán a helyieknek, a helyiekről szóló újságot írjanak. Minden városnak kell egy lap, mondta Dicső Zsolt, a Szekszárdi Napló egyik szerkesztője. Az újság több formában is megújult az elmúlt időszakban, hiszen már nagyobb formátumú, illetve új rovatokkal is találkozhatnak az olvasók, többek között kultúra, közélet, helytörténet vagy sport témakörben. Bár biztos nem tökéletes, ezért kellene szerintem az olvasók véleményét meghallgatni. Ha van, mondják el, és akkor persze alap változik a szerint, hiszen nekik íródik a városlakóknak. A szerkesztő elmondta, hogy egy gasztronómiát megcélzó rovattal is készülnek. Eddig még talán ez nem volt. Régen emlékeim szerint sok-sok évvel ezelőtt volt valami hasonló. Ezt próbáljuk, vagy próbálja a szerkesztőség megújítani. Egy recepteket bemutató, a vendéglátó szakiskola
egyik diákjának a receptjei lesznek benne. Ez szerintem mindenféleképpen újdonság. Az újság korábban a szekszárdi vasárnap nevet viselte. A megújult formájú és tartalmú lap már havi rendszerességgel jelenik meg, és az elmúlt hónap eseményeit tudatja az olvasókkal. A régió híreivel megyünk tovább. Csollány Szilveszterről nevezték el tornatermüket, emléktáblát is állítana a Pécs Vasasdi iskola. Céges segítség az alapítványnak, e-számlákkal gyűjtöttek a beteg gyerekeknek Somogyban. A végrehajtás csapdájában az uzsorás áldozata évtizedeket várt, míg tisztázták. Csollány Szilveszterről nevezték el a Pécs Vasasdon működő iskola tornatermét. A névadásra még 2010-ben került sor, amikor az olimpiai bajnok és neves sportolók látogattak az intézménybe, hogy népszerűsítsék a testmozgást. A tornaterem jelenleg felújítás alatt áll, és a tervek szerint visszavárták a megszépült ingatlan átadására az olimpikont. Csollány Szilveszter tornaterem, így nevezték el a Pécs Vasasi iskolában a testnevelés óráknak, edzéseknek helyet adó épületrészt még 2010. júniusában. A helyi újság Erdélyi Zsolték Csollány Szilveszter tornatermét avatták Vasason címmel számolt be az eseményről. Az iskola tornász csapata bemutató edzést tartott Csollány Szilveszter tiszteletére, írják a cikkben. Ezt értékelte ebben a rövid videóban az olimpiai bajnok. A kép szerint Csollány Szilveszter is bemutatót tartott, természetesen gyűrűn. Az iskolába látogató sportolók tújákat ültettek az udvaron. Kikerültek fényképeik és eredményeik a fák elé. Itt idézte fel azt a napot az iskolaigazgató. 12-13 évvel ezelőtt az iskolánkban nagyon ügyes gyermekek jártak, akik különböző torna versenyeken szép eredményeket értek, sok-sok éremmel és serleggel jöttek vissza iskolánkba. Ők nagy példaképüknek tartották Csollány Szilvesztert. Így jött az ötlet más segítségeivel, hogy esetleg őt felkérjük arra, hogy ő lehessen a tornatermünknek a névadója. Ez meg is történt. Az Arc az egészségért országos program keretében érkeztek a sportolók a Vasasi iskolába. A tornateremben jelenleg építési munkák folynak, ezért nem mutathatjuk belülről. Éppen ezzel kapcsolatban hogy az igazgatónő újra el akarta hívni a tornász legendát Pécs Vasasra. Még az ősz folyamán volt egy olyan gondolatom, amikor így beindult a pécsi tankerületnek, hála az iskola tornatermére a felújítás, ami most a vége fele közeledik, hogy amikor ennek az ünnepélyes átadója lesz, akkor meghívjuk. Erre sajnos már nem kerülhetett sor. A település rész képviselője azt mondja, szeretnének méltó emléket állítani a napokban elhunyt sportolónak. Így ahogy látom az idő elteltével, ebből a fákból is szépen sarjadnak a tuják, de hát magák ezek a táblák nem bírják ki az időt, úgyhogy az a terv, hogy valami időtállóbb táblával, sajnos most már a szomorú apropó okán, hogy nincs köztünk szélas, ezt egy valami kis emléktáblával, illetve ezeket a felültetés táblákat is egy valami időtálló táblával őrizzük legalább ilyen szinten az emlékét. Mint ismert, december eleje óta küzdött a koronavírussal Csollány Szilveszter. Nem sokkal később lélegeztetőgépre került a tornász, de sajnos ez sem bizonyult elégnek, és műtüdőkezelést kellett kapnia. Az olimpiai bajnok az utolsó napjaiban tüdő átültetésre várt, amire már sajnos nem kerülhetett sor. Január 24-én elhunyt. 14 nagybeteg gyermek kívánsága teljesült eddig a Dunántúli Regionális Vízmű és a Csodalámpa Alapítvány közös projektjében. A társaság minden e-számlára áttért ügyfél után 500 forintot utalt a Csodalámpa Alapítvány számlájára, így hozzájárulva a gyerekek kívánságának teljesítéséhez. Az akció tavaly márciusban indult és az év végéig tartott. A víziközmű szolgáltató több mint 3 millió forintot gyűjtött a tartós kórházi ápolásra szoruló gyerekeknek. Készülnek a számlák a fogyasztóknak a DRV ZRT-nél. Több millió készül ebben egy évben, jelentős papírt felhasználva.
3,2 millió darab számlát állítunk ki, nyomtatunk ki minden évben, ugyanennyi borítékba tesszük ezt bele. Hogyha itt is megnézzük, hogy ez milyen papírfelhasználással jár, akkor már nagyon durva számokat kapunk. 50 tonna papírra van ehhez szükség, amihez 135 tonna fát kell kivágni, és 2300 köbméter vizet is fel kell használni. Ezért is döntött úgy a társaság tavaly, hogy akciót hirdet a fogyasztók körében a papír alapú számlák csökkentésére. Egy kampányt hirdettek, amelynek kettős célja volt, a környezettudatosság növelése és a segítségnyújtás. 6335 felhasználunk váltott online számlára. A koncepció úgy épült fel, hogy amennyiben a papíralapú számla helyett elektronikus számlát használ az ügyfél, ennek a kampánynak a keretében megtörténik a váltás, akkor mi egyszeri 500 forint jutalomban részesítjük a felhasználót, és további 500 forintot utalunk regisztrációnként a Csodalámpa Alapítványnak. A Csodalámpa Alapítvány másfél évtizede működik, és nagybeteg, hosszú kórházi ápolásra szoruló gyermekeknek teljesíti egy kívánságát. A kívánságok pedig nagyon sokrétűek. Különböző játékoktól, belétve a Lego játékokat, telefonok, laptopokat kérnek, számítógépeket, fényképezőgépeket, hangszereket, de a hangszerek közt olyat is, hogy hárfa vagy hegedű. Egyébként akik hangszeret kérnek, azok többnyire zenésznek tanulnak, vagy nagyon erős hobbiuk a zenetanulás. De nagyon sokan híres emberekkel szerettek volna találkozni. A DRV és az alapítvány közös projektjében 14 gyermek kívánságát teljesítették. Közülük az egyik a 15 éves Máté, akinek mindene a repülés. Egyrészt, mert imádok repülni, másrészt meg nagyon sokszor voltunk már a Balatonnál, és mindig, amikor fürödtünk, tök sokszor mentek el helikopterek vagy repülők ott a Balaton fölött, és mindenki, aki ott volt a vízben, így felnézett, csodálkozott, úristen, repülő, és kíváncsi voltam, hogy a másik szemszögből milyen lehet lefelnézni. Máténak azóta újabb kívánsága is teljesült, hiszen 3 év után, szeptembertől újra társai között tanulhat az iskolában. A Csodalámpa Alapítvány csaknem 4500 gyereknek váltotta valóra az álmát ez idáig, és önkénteseikkel tovább folytatják a munkát. Több mint 20 év után ért véget egy áldozat kálváriája, akit egy uzsorás csapott be még 2000-ben. 70 000 forintot vett fel tőle a nő kölcsönként, azonban a szerződésbe 500 000-et írt a már 2011-ben elítélt bűnöző. Majd mikor nem akart fizetni a sértett, végrehajtott küldött rá az uzsorás. Hiába került időközben börtönbe az elkövető, és leplezte le üzelmeit a bíróság, a nő elleni végrehajtás nem állt le csak 2022-ben. Ebben fontos szerepe volt a Baranya megyei főügyészségnek. Zsarolás, csalás, jogosulatlan pénzügyi tevékenység büntette miatt 8 év, 10 hónap fegyházra ítélt egy siklósi férfit, míg 2011-ben a Pécsi Városi Bíróság. Azonban az uzsorás egyik áldozatának csak most sikerült megszabadulnia a bűnöző okozta tehertől. Egy rossz egészségi állapotban levő nőnek 2000-ben 70 000 forint kölcsönt adott, és vele olyan elismervényeket iratott alá, melyek szerint a kölcsönvevő 500 000 forinttal tartozik. Ezen összeg behajtása iránt indított végrehajtási eljárást a férfi, ami 2021-ben már 3 millió forintra folyt. Jogos a kérdés, miért tartott ilyen sokáig az eljárás, hiszen a bíróság korábban a büntetőperben kimondta, hogy az uzsorás szerződés semmis. A szóvivő azt mondja, a büntető eljárástól függetlenül indult a végrehajtás, ezért tartott évekig, míg sikerült megszüntetni. Főügyészséghez most 2021 őszén fordult a sértett. Korábban már többször próbálkozott azzal, hogy a végrehajtás megszüntetését kérte, de a jogszabályok ezt nem tették lehetővé. A bírósági végrehajtási eljárásban, tehát nem peres úton. Erre per folytán volt lehetőség, mégpedig úgy, hogy a Baranya megyei főügyészség felléphetett a sértett helyett, mert megállapítható volt az, hogy ő egészségi állapota okán nem képes jogainak gyakorlására, jogainak védelmére. A
Azt is figyelembe vették most már, hogy a kölcsönszerződést érvénytelenítette a bíróság a büntetőperben korábban. A bíróság 2022. január 10-én tartott tárgyalást, ítéletet hozott, melyben döntött a végrehajtás megszüntetéséről. Az ítélet a tárgyaláson jogerőre emelkedett. Az uzsorás módszer egyébként az volt, hogy az átadott összegek többszörösét tartalmazó kölcsönszerződéseket és elismervényeket írtott alá áldozataival, és tőlük ezen összegek megfizetését követelte. Aki nem tette, az ellen végrehajtást kért. Összesen 3,5 millió forintot adott át különböző sértettek, és több mint 34 millió forintot követelt vissza. A követelt összeg közel felét be is hajtotta. Végül nézzük főbb Tolna megyei híreinket még egyszer röviden. Előnyben a családi gazdaságok, fontos jogszabályváltozás lépett hatályba januárban. 200 millió a városüzemeltetési feladatokra, költségvetési terveket fogadott el a bátaszéki képviselőtestület. Frissen szabadult tolvaj, szabadlábra helyezése után egyből lopni indult egy férfi. Szexárdi napló, egyre népszerűbb Szexárd új havilapja. Szombaton már délelőtt befelhősödik, délután pedig országszerte borul be az ég. Éjfélt követően ismét feltámad és erősödni kezd a szél, ezúttal délnyugati irányból. Vasárnap egy viharciklon hidegfrontja okoz rendkívül szeles időt, a középső ország részben a legerősebb széllökések elérhetik a 100-110 km/h. Emellett kifejezetten enyhe tavaszias időnk lesz, napsütéssel, felhőátvonulásokkal. Hétfőn gyenge vagy mérsékelt légmozgás mellett borongós idő a legvalószínűbb. Friss hírekkel legközelebb hétfőn este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!